A minőség biztonsága az őssejt megőrzésben. Sejtbank. Európa vezető őssejtbankjának tagja a jövő generációjáért. A Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban minden a természetességről szól. Itt például minden egyes szülőszobában igényelhető az alternatív szülési mód. Forrás, csermely, csendes víz, csopogó. Most biztos azt hiszik, hogy egy wellness szálló képeit látják. De a látszat most tényleg csal, vagy mégsem? A Flór Ferenc Kórház szülészeti osztálya otthonos megjelenésével elfeledteti velünk, és remélhetőleg a kismamákkal is valódi funkcióját. Igyekeztünk otthonossá és barátságossá átalakítani a kórházi körülményektől eltérő módon megjeleníteni azokat a helyiségeket, ahol dolgozunk. Ez vonatkozik a szülőszobákra, az ambulanciákra és a nem is igazán kórteremnek nevezhető szobákra. Különleges önöknél, hogy minden egyes szülőszobában megvan az alternatív szülésnek a lehetősége. Igyekszünk biztosítani, hogy az ellátásban ne kivételezettek kaphassanak csak színvonalas ellátást, hanem mindenki, aki hozzánk kerül, egyformán részesülhessen mindazokban az előnyökben, amiket az osztály nyújtani tud. És ha már az előnyöknél tartunk, hallottak már a szülőkerékről? Ezt a szerkezetet Magyarországon kizárólag ebben az intézményben használhatják a kismamák. A szülőkerék, ami igazából egy szülőszék, nem csak különleges formájával, hanem meglepő előnyeivel hívja fel magára a szülésre készülő párok figyelmét. Sárközi Anikó szülésznő is már több szülést vezényelt ezzel a segédeszközzel. Többféle lehetőséget biztosít, alátámasztja a derekadat, a lábodat, a tarkódat, és különböző pozíciókba lehet állítani, ahogy neked kényelmes. A szülőkerék, másik nevén római kerék, hidraulikával emelhető, forgatható. Szülészeti szempontból pedig óriási előnye, hogy stabil elhelyezkedése mellett a mobilitás érzetét is nyújtja a vajúdónak. Itt úgy fog a világra jönni a kisbaba, ahogy te irányítod a szülésznő segítségével. Tehát általában ilyenkor nincs szülési sérülés. Mivel tud többet, mint egy normál szülőszék vagy egy szülőágy? Sokkal kényelmesebb, mivel hogy olyan alátámasztási pontjai vannak. A Flór Ferenc Kórházban, ahogy már megmutattuk, minden a természetességről szól, ezért itt is roaming-in rendszer működik, vagyis a babák folyamatosan az anyukájuk mellett vannak. Biztos sokakban felmerül a kérdés, hogy így van-e mód a szülés fárasztó óráinak kipihenésére. Azt tapasztaljuk, hogy komfortosabb és zavartalanabb a kapcsolat, hogyha annak ellenére együtt vannak, hogy ez az elején egy kicsit fárasztóbb. A szülés után az anyukák élete nagy változáson megy keresztül. Az első időszak a kicsihez való alkalmazkodásról szól, és ebben itt természetesen segítséget is kapnak a kismamák. Vannak olyan csecsemős nővéreink, illetőleg a szülősznők is segítséget nyújtanak az első órákban, az első napokban. És most nézzük a személyzet által csak hotelszányként emlegetett kórtermeket, aminek minden egyes szegletéről érződik az átgondoltság és praktikum. Tünde második gyermekét Narciszt is itt hozta világra. Meg voltunk elégedve itt mind a szülésznővel, az orvosokkal, az ápolókkal is, úgyhogy, és mindenkinek ajánlom. Az egyágyas szobákban az elrejtett szekrény és a lenyitható asztal mellett egy titkos helyen találhatjuk a kihúzható apás ágyat. De a több ágyas kórtermek is tartogatnak meglepetést. Minden szobában modern, távirányítóval állítható ágyak teszik könnyebbé és kellemesebbé a gyermekágyi időszakot. Említetted, hogy volt még egy fontos szempont, hogy a párod is itt tudott lenni. Igen, ez egy nagy biztonságot adott mind a babának és mind nekem. A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház az elsők között járt a szülészet modernizálásában és otthonossá tételében. De a kezdeti nehézségeknek és küzdelmeknek meglett az eredménye. Az őket választó kismamák többsége ezek miatt az előnyök miatt választja és ajánlja őket. A minőség biztonsága az őssejt megőrzésben. Sejtbank. Európa vezető őssejtbankjának tagja a jövő generációjáért.